Mint a nézők előtt ismeretes, ez már nem egy új téma. Dunakeszi városa egy korábbi időpontban úgy döntött, hogy államkötvényt vásárol, nyilván azzal a céllal, hogy némi haszonra tegyen szert. Jelen pillanatban ez az ügy hol tart, hiszen tudjuk azt, hogy a Questoron keresztül történt az állampapírok vásárlása. Ugye azt is tudjuk, hogy az a cég az bedőlt, ugyanakkor több forrásból már az önkormányzat részéről történt megerősítés, hogy ezek az állampapírok nem vesztek el, hiszen ez államilag garantált papírok. Jelen pillanatban egy új fordulathoz ért ez az ügy. De még mielőtt erre térnénk rá, egy rövid összefoglalást kérnék talán azok számára, akiknek ez egy új téma, hogy hogyan alakult ez az államkötvényvásárlás, mikor döntött így a város, milyen értékben, és hát milyen hozamot reméltünk ettől. Önkormányzatunk mindig kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a megfelelő likviditásának a biztosítása mellett a rendelkezésére álló szabad pénzeszközeit befektesse. Erre vonatkozóan képviselőtestületi felhatalmazás is van, hogy ezeket a megtakarításokat megfelelően kezelni tudjuk. Államkötvény vásárlása mellett döntöttünk, ugyanis ezeknek a hosszú lejáratú államkötvényeknek a banki lekötött betétekhez képest magasabb kamatuk, hozamuk van. Az államkötvényeink, ahogy ön is mondta, megvannak. Ezt a Questor értékpapírforgalmazó cég sajnálatos csődbe menetele bedőlését követően az először a cég élére kirendelt felügyeleti biztostól kaptunk egy írásos tájékoztatást, miszerint az államkötvényeink maradéktalanul megvannak a cég nyilvántartásában, majd a felszámolás kezdetekor a felszámoló biztossal is felvettük a kapcsolatot, és ő is több ízben megerősítette, hogy az értékpapír nyilvántartásokat leegyeztették, az államkötvényeink a kiadott bankszámla kivonat, értékpapír bankszámla kivonaton feltüntetett darab és összegszámnak megfelelően az értékpapír számlánkon megvan. Tekintettel arra, hogy ebben az ügyben elég hosszadalmas volt a felszámolónak az egyeztetési eljárása, nagyon sok elmondása szerint nagyon sok ügyfél és nagyon sokféle befektetési formát kellett nekik leegyeztetniük, ezért tartott ilyen sokáig ez az egyeztetés, nekik erről meg kellett bizonyosodni, hogy ez valóban megvan. Miután erről megbizonyosodtak, hogy az értékpapírok maradéktalanul megvannak, úgy döntött a felszámoló cég, hogy az értékpapírok kiadásának meggyorsítása érdekében egy értékpapírforgalmazó cégnek adják át azokat az értékpapírokat, amelyek a Questornál tulajdonképpen az ügyfelek értékpapírjai, amik bent ragadtak. Ez tulajdonképpen így logikus is, mert ezek az értékpapírok közül nagyon sok részvény is van más ügyfelek vonatkozásában, amiknek ugye folyamatos a mozgásuk. Ezt a felszámoló nem tudja felvállalni, hogy ezeket folyamatosan figyelemmel kísérje, tehát ő igazából csak kiadni tudná a papírt, viszont vannak önügyfelek, akik tovább szeretnék ezeket a papírokat forgatni. Mi több ízben elküldtük már a levelünket a felszámoló biztos részére, melyben kérelmeztük, hogy az államkötvényeinket transferálják át a Magyar Államkincstárnál megnyitott értékpapírszámlánkra. Tehát amennyiben az ajánlattételi felhívásban meg lesz a nyertes értékpapírforgalmazó, akkor az ő részére is el fogjuk küldeni az államkötvényeink transferálására vonatkozó kérelmünket, hogy az államkincstárnál lévő értékpapírszámlánkra tegyék át a meglévő államkötvényeinket. Tehát jelen pillanatban ez egy új fordulat, ugye, hogy most már gyakorlatilag kézközelbe került az értékpapírforgalmazónak a kiválasztása. Egyébként az önkormányzat utasítására léphet-e ő máshogyan, vagy pedig köteles lesz végrehajtani az önkormányzat által kért utasítást? A felszámoló honlapján az lett közzétéve, hogy amikor kiválasztásra kerül az értékpapírforgalmazó cég, az fel fogja venni a kapcsolatot az ügyfelekkel, és neki 30 napon belül lesz kötelessége
hogy az ügyfél által adott kvázi utasítást végrehajtsa. Tehát ha az ügyfél azt kéri, hogy adják ki a részére, fizessék ki részére, akkor neki azt kell tenni, ha az ügyfél transferálást kér egy másik pénzintézethez, akkor neki azt kell megtennie, tehát neki kötelessége az ügyfél kérésének megfelelően végrehajtani azt. Mekkora összegről van szó, illetve várható az, hogy a remélt hozam is az önkormányzat birtokába kerül majd? Természetesen államkötvény csomagról van szó. Az egyik csomagunk az megközelítőleg 500 millió forint, a másik csomagunk pedig megközelítőleg 60 millió forint. Magát az értékpapírt kérjük transferálni az értékpapírszámlánkra, majd ezt követően pedig egyik államkötvény csomagnak már megtörtént a kamatfizetése, úgyhogy ennek is az összegét kérjük az értékpapírszámlánkra. A másik kötvénycsomagunknak pedig év végén lesz kamatfizetése, tekintettel arra, hogy ezek államkötvények, ezeknek az értékpapíroknak a kamatfizetéséért az állam szavatol, és ezek a kamatfizetések meg is fognak történni. És a kamatot természetesen az értékpapír tulajdonosa kapja, jelen esetben Dunakeszi város önkormányzata. Mennyire gyakori egyébként az, hogy egy önkormányzat értékpapírvásárlást kezdeményez, illetve végre is hajt egy ilyet, vagy ez inkább magánszemélyekre jellemző? Elég gyakori, főleg azon önkormányzatok vonatkozásában, akik jól gazdálkodnak. Dunakeszi város önkormányzata immár 5. éve tekintettel a gazdálkodásának, tervszerűségnek, az összetett feladatok megfelelő szintű ellátásának megtakarítással rendelkezik, és ezért is döntöttünk úgy, hogy állampapírt vásárolunk, mivel hogy az állampapír az, amire az állam vállalja a garanciát, jelen esetben a magyar pénzpiacon az a legbiztonságosabb befektetési forma. Akkor tehát leszögezhetjük azt, hogy semmi esélye nincs annak, hogy ez a befektetett összeg elvész. Semmi, nem lehet, nem lehetséges. Ami az ajánlattételi felhívásban is szerepelt, ott is benne voltak az értékpapírjaink, amik átadásra kerülnek, kvázi kiközvetítésre, átadásra a másik értékpapírforgalmazó cégnek. További információ, hogy a külső értékpapírforgalmazó cégek felé tett ajánlattételi felhívást meg kell ismételni, tudtuk meg az osztályvezetőtől a riport felvételét követően. November 22-ig lehet megtenni az ajánlatokat, és december 16-ig kell szerződést kötni a kijelölt külső céggel. Így az államkötvények transferálására várhatóan a jövő év elején kerülhet sor. Ez nem érinti az ezévi kamatkifizetést.